Ugye ismerősek ezek a jelenetek? Hogy mi a közös bennük? Hogy egy magyar srác hajtja a filmben szereplő lovakat. Juhász László már több tucat hollywoodi produkcióban szerepelt, mint lovas kaszkadőr. Legutóbb a Hófehér és a Vadász című filmben dolgozott. Walesbe voltunk a tengerparton, és ott egy csata jelenet volt, és föl kellett buknom egy lóval, lelőtték alattam a lovat, az volt a jelenet, és ugye fölbuktam a lóval, és ugye folytatásos részt, ahogy vettük, akkor a tengerbe kellett feküdnöm, ugye nem 2-3 percig, hanem körülbelül olyan 2 óra hosszáig ott kellett feküdnöm, és körülbelül olyan 12-3 fok volt a víz, meg hát valószínűleg az sem volt sokkal melegebb. Át voltam fagyva borzalmasan, és utána este közölték, hogy hát igazából ez mégsem tudjuk használni ezt a jelenetet, mert túl fiatal az arcom, ugye hát ez a 20-pár éves kor, és kivágták az egészet a filmből, tehát ez nem lett benne, tehát egy napot végig fagyoskodtam a 13 fokba. De hát mindegy, ezek benne vannak ebbe a forgatásba, hogyha az ember ide kikerül. A filmes világba egyébként szülei révén csöppent bele. 84-ben ugye az édesapám megnyerte a 4-es fogathajtó világbajnokságot, és 90-es években egy amerikai, tehát ott a versenyeken összeismerkedett egy angol emberrel, aki, mint kiderült, Angliában az egyik, tehát az első ember volt ebben a lovas filmezéseken. Sőt, egy amerikai cég megkereste, hogy egy 4-es fogatot kellene hajtani. Abban a filmben édesapja szerepelt, hiszen Laca még csak óvodás volt, de néhány évvel később ő vette át a, mondjuk úgy, családi vállalkozást. Azóta dolgozott már több tucat mozifilmben, sőt, az ő lovaik azok, amik szerepelnek ezekben a produkciókban, és ezeket hajtják a legnagyobb sztárok is. Nekem volt szerencsém, hogy a Johnny Deppnek, az Orlando Bloomnak, a Nicolas Cage-nek, a Channing Tatumnak, hát meg egy jó pár ilyen híresebb színésznek. Igazából én úgy gondolom, hogy mindenkivel, tehát muszáj velük kapcsolatba kerülni, mert ugye mi tanítjuk őket lovagolni. Általában mi lovainkon lovagolnak, tehát mondjuk amikor hajtani kellett, akkor általában én tanítottam mindegyik színészt hajtani. A filmes szakma tehát nem csak a munkájuk, hanem lovaik miatt is a juhász családot keresi. Így rövid továbbképzésünk során azt is megtudtuk, hogy bizony a lovak között is vannak színészek. Ő, aki ott áll a placon, ő volt már velünk, ő lesz most, tehát ő egy 5 világbajnokságon szerepelt már a ló, és egy jó pár filmben is benne volt már, mint színészeknek, tehát egy nagyon szép fehér, egy nagyon szép szürke ló, tehát egy hófehér ló, és ezt azért elég kelendő a filmekbe. Egyik legkedvesebb emléke a Karib-tenger kalózainak forgatása volt, amikor nem másnak, mint Johnny Deppnek, avagy a sosem egészen józan Jack Sparrow kapitánynak a bőrébe bújhatott. Volt olyan képem lefényképezve, ahogy a Karib-tengerben voltunk, hogy még a mai napig nem hiszik el, hogy az én voltam, tehát olyan szinten meg tudtak csinálni, olyan szinten sminkeltek, és olyan annyira komolyan megcsinálnak. Ez pedig a Johnny Depptől egy saját kézírásával aláírott köszönő levél a Karib-tenger kalózai forgatása után. Sokan gondolhatják most, hogy egy olyan élet, amiben filmekben szerepelsz, sztárokkal találkozol és lovagolsz, könnyű lehet, mi többre vágyhatna Laca is. Na de azért ez nem egészen így van. Angliában is nem arról szólt az egész, hogy kimentem, találkoztam a színészekkel, lovagoltam egyet, aztán kész, szállodában laktunk meg, stb., ahogy a laikus ember látja. Azért volt olyan, a 10 hónapból szerintem majdnem 80%-a, hogy reggel 3:30-kor keltünk, 4:30-kor már reggeliztünk, 6 órára be voltunk öltözve, és este 7-8-ig forgattunk. Tehát folyamatosan a 12 órát azt jóval túlléptük, és ezt mondjuk hetente 6 napot csináltuk. Tehát ugye egy kicsit a tavalyi évben 10 hónapot végigforgattam megállás nélkül, úgy besokal egy kicsit az ember ebben a történettel. Részben ezért is döntött úgy, hogy szünetelteti a filmezést és a fogathajtásba fektet nagyobb energiákat, hiszen komoly céljai vannak. Ezt helyeztem most egyelőre az első ranglétrában, az első fokára, hogy megalapozzam egy picit a jövőmet ezzel a filmezéssel, de a jövő évtől pedig vissza szeretnék térni, tehát már most komolyan edzek és készülök a jövő évi világbajnokságra, ami Szlovákiában lesz 2-es ugattal.
elvégre is folytatni kell a családi hagyományokat, már ami az édesapja fogadhajtó múltját illeti. Most pedig a lehetőség is adottnak látszik Laca számára, a Lázár testvérek ugyanis jövőre is indulnak a világbajnokságon. A magyar csapat úgy gondolom, hogy soha az életben nem lesz ilyen erős, mint ami most a jövő évben lesz. Ugye az Oli is és a Vili is kettes fogatot fog hajtani. Most a cél az az, mondjuk ez már nem egy titok, ez egy nyílt titok, hogy beszeretnék kerülni hozzájuk harmadiként a magyar csapatba. Persze sokan vannak még ezzel így, de az előválogatók hamarosan elkezdődnek, és az kerül be a csapatba, aki a legjobb, így Laca számára is megvan az esély. Ha már esély, ezt a lehetőséget én sem hagyhattam ki. Az hangot alámondott, hogy a sportklub riporterét láttál a tutójára. Na félre a tréfával, jelentem, túléltem.